Augusztus közepén adta postára az önkormányzat azokat az értesítőket, amelyekből a kerület nyugdíjasai megtudhatják, hol és mikor vehetik át azt az 5 darab 1000 forintos utalványt, amelyel Újpest vezetése szeretné kifejezni a szépkorúak iránti megbecsülését. Az Újpest Plusz megbecsülés utalványokat a kerület 11 pontján hivatali időben kaphatják meg az érintettek. A következő előttünk álló két hétben, ami ugye 31-től kezdődik, hivatali időben, tehát hétfőn 8 órától 18 óráig, kedden 8 órától 16 óráig, szerdán 8 órától 17 óráig, csütörtökön 8-tól 16 óráig, pénteken pedig 8 órától 1 óráig, délután 1 óráig tudják átvenni a nyugdíjasaink ezeket az utalványokat az értesítőben megjelölt helyszínen. Ha valaki nem tud személyesen elmenni a kijelölt helyszínre, akkor az utalványokat az értesítőben található meghatalmazást kitöltve más is átveheti. Aki még nem kapta meg az értesítőt, mert például nem szerepel a nyugdíjbiztosító listáján, vagy egyszerűen a posta lassú, annak sem kell kétségbe esnie. Ha a jogosultságát igazolni tudja, megkapja a juttatást. Semmi probléma. Számukra a Király utcában az ügyfélszolgálati irodánk fog a rendelkezésükre állni. Ugyanebben az időben megerősített létszámmal, hogy ők is át tudják venni ezeket az utalványokat. A polgármester minden érintettet arra kér, hogy az utalványokat lehetőleg maszkban, a megfelelő védőtávolság betartásával vegyék át. A kerület nyugdíjasai az újpesti piac csak nem 150 szerződött kereskedőjénél válthatják be az utalványokat, pénzt az árusok nem adhatnak vissza. Ha valaki november végéig nem használja fel a juttatást, az elvész. Erre azért kicsi az esély, hiszen nagyon sok mindent lehet belőle vásárolni. Korlátozás nélkül beválthatók hideg élelmiszeripari termékekre, értek ez alatt cukrásztermékeket, péksüteményeket, tejterméket, hús, hentes árut, savanyúságot, vagy akár zöldséggyümölcsöt is, tojást, pékszáraz árut, bármit, ami hideg élelmiszernek minősül. Az utalványokat nem lehet beváltani meleg élelmiszerre, alkoholra, háztartási vegyára, papírírószerre, szerencsejátékra. A kerület új vezetése első döntéseinek egyikeként határozott az élelmiszercsomagosztást kiváltani hivatott Újpest Plusz megbecsülés programról. Ennek végrehajtását először a járvány, majd a fővárosi kormányhivatal akadályozta, mert törvényességi hibákat talált a rendeletben. A hivatalban ezért korrigálták a szöveget, amelyet július 15-i rendkívüli ülésén egyhangulag fogadott el Újpest önkormányzata.